Jó estét kívánok, köszöntöm a közügy extra nézőit. Ma délután átadták a Debreceni Nemzetközi Iskolát. Az intézmény ünnepélyes tanévnyitóján, iskolaavatóján részt vett és beszédet mondott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki sűrű programja ellenére arra is szakított időt, hogy a Debrecen Televízió rendelkezésére álljon. Gulyás Gergely a közügy vendége. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Na hát ugye frissiben érkezett az átadó ünnepségről, ezt elárulhatjuk talán a nézőknek, hogy felvételről készült a műsorunk. Mit tapasztalt, mit látott, mennyire nyűgözte le a Nemzetközi Iskolája Debrecennek? Tavaly is polgármester és Kósa képviselőtársam volt olyan kedves, hogy már az alapkövetét erre meghívott, tehát már akkor látszott, hogy a tervek is rendkívül imponálóak, és a valóság pedig még ezt is túlszárnyalja. Tehát egészen kiváló építészeket bízott meg a város azzal, hogy tervezze meg ezt a létesítményt, és az pedig a mai építőipari körülmények között rendkívül nagy teljesítmény, hogy sem költségtúllépés nem volt, tehát a város, amit kért a kormánytól támogatásként, azt a 3,8 milliárd forintot azt jól felhasználta, de semmilyen többletforrás nem kért, és az pedig, hogy egy év alatt, hiszen egy évvel ezelőtt tettük le az alapkövét ennek az iskolának, teljes egészében a semmiből felépült, és megkezdődhet most a tanév elején az oktatás, az szintén jól mutatja azt, hogy itt milyen pontosan, precízen, tervezetten zajlott ennek az egész beruházásnak a megépítése, véghezvitele. A kormány támogatta ezt a programot, tulajdonképpen a nemzetközi iskola felépítését. Miért lehet ez fontos? Tehát milyen jelentőséget tulajdonít annak, hogy most már egy ilyen jellegű, ugye ez első, ráadásul Magyarországon ez a képzési rendszer, ami Debrecenben lesz? Amikor a Modern Városok programot meghirdettük, akkor abból indultunk ki, hogy minden városa leginkább maga tudja azt, hogy mit szeretne fejleszteni, és az is nyilvánvaló, hogy az önkormányzatnak is vannak forrásai, de azért a komolyabb, nagyobb fejlesztésekhez legalábbis társfinanszírozásra van szükség, tehát a kormánynak is forrásokat kell rendelkezésre bocsájtani. Debrecen volt az, talán egyedüliként a megyei városok közül, aki jelezte azt, hogy egy ilyen nemzetközi iskolára igény lenne, ami egy bátor vállalkozás, és szerintem több szempontból is bátor. Részben azért, mert nyilván ilyenkor mindig megjelenik az a vád a sajtóban, hogy ez egy elitiskola, hogy ez csak a gazdagoknak van. Ezt kiküszöbölte a debreceni önkormányzat azzal, hogy egyébként, ha jól hallom, akkor teljes egyhangúsággal ellenzéki és a polgármester mögött álló pártok támogatásával egyhangulag fogadott egy olyan ösztöndíjrendszert, ami a debreceni tehetséges hallgatók számára vagy diákok számára is lehetővé teszi azt, hogy ebbe az iskolába járjanak. Ez szerintem fontos, de az is fontos, legyünk őszinték, hogy a Debrecen azt az egészen kiemelkedő helyzetét, amelyet az elmúlt években kiharcolt magának Magyarországon a beruházások tekintetében meg akarja őrizni, akkor a város nyugodtan vállalhatja azt, hogy igenis itt szükség van arra, hogy ne csak magyar anyanyelvű oktatást legyen, és azok a vállalatvezetők, menedzserek, akik pedig meg tudják fizetni egyébként jelentős tandíjat, azok fizessék meg, de kapják meg azt a lehetőséget, hogy itt a gyerekeik angolul vagy németül tanulhassanak, mert ennek is köszönhető az a egészen rendkívüli teljesítmény, amit Debrecen magáénak mondhat, hogy az a BMW beruházás, ami tudjuk egy óriási beruházás, az ide az elmúlt években beérkezett beruházásoknak csak egy ötödét teszi ki, és ami egy ennél is még elképesztőbb adat, amihez csak gratulálni tudunk Debrecen városvezetésének, hogy a tavalyi évben a Magyarországra érkezett beruházások egy harmada Debrecenbe jött. Tehát egy olyan országban, ami azért Budapest központú lélekszámát tekintve is a fővárosban 2 millióan élnek, ott szerintem a rendszerváltozás óta hasonló teljesítményt egyetlen egy város sem mondhat magáinak, tehát csak kalapot levéve tudunk gratulálni hozzá. Mondhatjuk azt, hogy akár kézenfekvő is, hogy legyen egy nemzetközi iskola, hogyha ennyi nemzetközi cég érkezik a városba? Igen, valahol... szerintem az a helyzet, hogy ha valaki ennyire sikeres lenne a területen, akkor arra reagálni kell, mert különben előbb-utóbb egy nemzetközi iskola hiánya az gátja lesz a tovább lépésnek, fejlődésnek, márpedig abból Debrecen nagyon sokat profitál, hogy ide ennyi vállalkozás jött, hogy itt nyilvánvalóan egész más munkabért lehet elérni ezeknek a vállalkozásoknak a keretében, mint lehet ezek nélkül. Tehát szerintem ez mindenkinek javára válik, éppen ezért én azt a olcsó populista demagógiát el is utasítanám, ami azzal kapcsolatos, hogy ez egy elitiskola. Részben, mert mindenki bejuthat képessége szerint, hiszen van egy ilyen ösztöndíjrendszere a városnak, részben pedig, mert szükség van arra, hogy legyen egy olyan, ha úgy tetszik, az elitképzésre is alkalmas iskola, ahol az itt élő menedzserek akár fizetve ezért a szolgáltatásért tudják a saját gyermekeiket beiratni, mert összességében mindaz, ami ebből következik, az jó ennek a városnak, és jó az ország egészének is.
Itt említette azt, hogy Debrecen gazdasága hihetetlen mértékben fejlődik, és valahol meg is dicsérte ugye a városvezetés, de hát nyilván ez nem valósulhatna meg anélkül, ha a kormány nem úgy állna Debrecenhez, ahogy áll, és ezt mi érezzük a saját bőrünkön szerencsére, hogy látványosan fejlődik a város, egymás után jönnek a külföldi cégek. Hogyan érdemelte, vagy mivel érdemelte ki ez Debrecen, hogy ugye másik fővárosként emlegetik, és úgyis bánik a kormány a várossal? Én dicsérni nem merek én senkit, mert ki vagyok én ahhoz, de elismerésemet tudom csak kifejezni, vagy a kormány is elismerését tudja kifejezni Debrecen városának. Nyilvánvaló, hogy itt egy hosszú távú, több évtizedes városfejlesztés zajlik, ami Kósa Lajos nevével fort össze, de polgármester úr is viszi tovább ezt a vonalat, ráadásul az együttműködés a város képviselője, képviselői és a polgármester között is kiváló, a viszony is baráti, ez jól látszik minden egyes ilyen alkalommal. Tehát szerintem van egy belső összefogás a városban, nem széthúzás van, ami azért sajnos sok helyen tapasztalható, hanem van egy komoly belső összefogás, és van egy világos városfejlesztési koncepció. Ráadásul Debrecennek a földrajzi fekvése kiváló ahhoz, hogy ne csupán Magyarországon legyen egy megyei vagy régiós központ, hanem határokra tekintet nélkül legyen régióközpont, és szerintem ebben ma nincsen versenytársa a térségben Debrecennek, tehát ugye a Nyíregyháza is csodálatosan fejlődik, tudjuk a két város közötti Debrecen-Nyíregyháza a rangadókon annak idején megtapasztalt régi ősi rivalizálást, de ez nem változtat azon, hogy ma ezt a szerepet itt csak Debrecen tudja betölteni, és ez a szerep ez egyáltalán nem korlátozódik csak Magyarországra, hanem a határon túli régióra is kiterjed, és ez pedig szintén egy komoly erőforrás Magyarország egészének. Lehet, hogy furcsa kérdés, de csak felteszem, hogy mit mondanak azoknak a polgármestereknek, akik más városokból mennek a kormányhoz kopogtatni, hogy Debrecen bezzeg, nekik meg mondjuk kevesebb jut esetleg. Nekem jó tapasztalataim vannak, tehát a megyei jogú városok polgármesterei szinte kivétel nélkül a saját városaik fejlesztésében érdekeltek, de nem gondolják úgy, hogy nekik rosszabb attól, mert más városnak jól megy. Tehát akár Kovács polgármester úrral Nyíregyházán, de akár bárkit említhetnék Debrecentől közelebb vagy távolabb. Én úgy látom, mindenki a saját városában lobbizik a fejlesztésekért. Kötött egy megállapodást a Modern Városok program keretében 2015 és 2017 között a kormánnyal, és ennek a mielőbbi, minél hatékonyabb végrehajtásán dolgozik. Tehát nem látok irigységet, vagy egy negatív értelemben vett rivalizálást ma a megyei jogú városok között. Ugye azt is értjük, meg hangoztatják is, hogy a decentralizáció lenne majd ugye a kulcs a jövőben. Ilyen szempontból, hogy kell elképzelni 10-20 év múlva az országot, tehát Budapest mellett mik lehetnek, még ugye nyilván Debrecen mellett azok a központok, amik átvehetik majd a hangsúlyt? Igen, amikor decentralizációról beszélünk, akkor ezt minden félreérthetőséggel együtt is válni kell. Tehát a decentralizáció alatt, amit a kormány egyértelműen támogat, azt értjük, hogy ma Budapest sok szempontból egy vízfej, és minél inkább el lehet azt érni, hogy legyenek nagyvárosok Budapesten kívül is, ezt a kormány támogatja. Ez nem a központi hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos, mert ott éppen a centralizáció a vád, hanem azzal, hogy szerintem egy ország akkor erős, hogyha sok erős városa van. És a magyar kormány a támogatás politikájával sokat tud ezért tenni, illetve e tekintetben egyébként az Európai Uniós támogatások is nagy segítséget nyújtanak, hiszen ott az egyfőre jutó GDP miatt a központi régió, tehát Budapest és Pest megye már kevés támogatást kap, bizonyos forrásokhoz egyáltalán nem jut hozzá, viszont az ország többi térsége a fejlett, kevésbé fejlettségből adódóan, vagy az alacsonyabb életszínvonalból adódóan sokkal több támogatáshoz juthat. Azt látjuk, most éppen a német kancellár erősített meg Sopronban, hogy Magyarország azok közé, az országok közé tartozik, amely a legeslegjobban használja föl az Európai Uniós támogatásokat. Ennek köszönhető az, hogy 5% körüli a gazdasági növekedés, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy Nyugat-Európában lassul a gazdasági növekedésnek a mértéke. Tehát szerintem, ha ezt hosszú távon fenn akarjuk tartani, akkor sok lábon kell állni. Budapest mindenkinek fontos, Budapestre mindenki szerintem büszke lehet, hiszen az nem csupán a budapestieké, a nemzet egészének a fővárosa, de ugyanígy fontos, hogyha mondjuk én, aki Budapesten élek, Debrecenbe jövök, akkor én is nagyon büszke vagyok azokra a fejlesztésekre, amik itt zajlanak, és szívből kívánom, hogy Debrecen is egy nagy, akár félmilliós város legyen, vagy legalábbis egy olyan regionális központ, ami amelyet egymillió ember is a régiós központnak tekint, és ez mind gazdasági értelemben, mind kulturális értelemben, mind oktatási szempontból részben már így van, részben pedig a következő évek önkormányzati terveinek köszönhetően így lesz. Szét tudott nézni a városban egyébként, vagy szét tud nézni ilyenkor, mikor ideje? Tehát mit lát Debrecenből, mennyire tetszett a város? Akár így is kérdezem, kicsit önző módon nyilván. Ha tehetem, akkor szétnézek. Most pont úgy alakul, hogy
jöttem a programokra, és utána rögtön mennem is kell, de nem régen voltam úgy, hogy egy fél napot itt lehettem. Szerintem mindenki örül annak, hogy ma már a Munkácsi trilógia itt van Debrecenben, és ez egészében jól látható, hogy Debrecen számára maga a munkácsi kultusz is egy komoly hívószó és komoly kulturális teljesítmény, és azt is látjuk, hogy a város belvárosa is teljes egészében megújult, a debreceni nagy templom, a kollégium épülete, most éppen a püspökségnek a felújítása zajlik, tehát ezek mind olyan fontos változások, ráadásul nem csak virágkarnevál az, ami nagy rendezvény, hanem évről évre számtalan debreceni kulturális rendezvény van, ezek mind a városnak nagyon komoly erőt adnak és hozzájárulnak ahhoz, hogy tovább léphessen, előbbre léphessen, és pont a régióban azt a kiemelt szerepet betölthesse, amiről beszélünk. Ha már Angela Merkel német kancellárt említette, és ugye magyar-német kapcsolatot, amire azért az ő szavaiból arra lehet utalni, hogy komoly partnerként számol Magyarországgal, Németországgal jövőben is, és ugye azért az nálunk is szembetűnő, hogy a német vállalatok jönnek zömével, többségében, de Debrecenbe is, ez mennyire lehet esetleg veszélyes is, hogy ilyen szempontból egy picit egy lábon áll a gazdaság? A német vállalatoknak a magyar gazdaságban óriási a részesedése, közelít a 30%, az 27-28%, de ha azt nézzük, hogy mi növekedett a legnagyobb mértékben, akkor például tavaly az amerikai beruházások nagyobb mértékben növekedtek, mint a német beruházások. Itt is igyekszünk nem csak egy lábon állni, de hagyományosan a német-magyar kapcsolatoknak erős a gazdasági lába is, erős volt mindig a politikai, kulturális lába, tehát én nem tartok ettől. Ami egy érdekesség, és a német belpolitikával való beavatkozást kerülve mégiscsak meg kell említeni, hogy ma a német kormány és a német gazdaság között lényegesen nagyobb ellentétek feszülnek, mint korábban bármikor. Ezért nagyon sok német cégvezető, különösen, hogyha mondjuk nem a nagy nyilvánosságnak beszél, akkor nyíltan elmondja, hogy az a gazdaságpolitika, amit Magyarország folytat, az nekik szimpatikus, azért is jönnek ide, és sok szempontból mondjuk a gazdaságra vonatkozó szabályok, adójogszabályok alapján jobban érzik magukat itt, mint Németországban. Tehát ez nekünk egy lehetőség is, és éppen ezért én nem tartok attól, hogy a német-magyar politikai viták, amelyek mondjuk pont most a Merkel kancellári látogatást követően erősen mérséklődtek, ezek befolyásolnák a gazdaságot, mert ezek a politikai viták megvannak Németországon belül a német gazdaság és a német kormány között is. Mit tud a magyar gazdaság, amivel egy német kancellárt is le tud nyűgözni? Ugye nyilván most már azért a minősítő intézetek is kedvező eredményeket hoznak az országról, érzékeljük, ön is beszámolt korábban, hogy micsoda számok vannak, többek között ennek köszönhető, hogy a nyugdíjasok például rezsiutalványt kapnak majd ugye 3-3000 forint értékben. Mi a titka? Tehát itt valaminek lenni kell, amivel sikerült előmozdítani az országot gazdasági szempontból. Szerintem sok. Természetesen a sikernek mindig sok szülőatja van, de ez ebben esetben rendben is van. Tehát egy kormánynak a saját felelőssége az az, hogy olyan vonzó gazdasági környezetet teremtsen, ahol érdemes vállalkozni az itt élőknek, a magyar vállalkozásoknak, érdemes több embert alkalmazni, érdemes bővíteni a saját portfóliójukat, és ahol külföldi vállalatoknak is érdemes befektetni. És hogyha ezeket a kereteket mi megteremtjük, akkor utána a többi már nem rajtunk múlik, hanem a magyar gazdaságon, és mi azt tudjuk mondani, hogy a magyar gazdaság, hála Istennek, az elmúlt 8-9 évben képes volt 800 000 embert felvenni, tehát ma Magyarországon 800 000-rel többen dolgoznak, mint korábban. Hogyha nagyon őszintén akarunk lenni, akkor 99 000-en még a közfoglalkoztatásban vannak, de 700 000-en a piacon vannak, köztük 150 000-en olyanok, akik a közfoglalkoztatásból jöttek a piacra. Tehát a magyar gazdaságnak van egy felszívó képessége, és akik ma a magyar gazdaságban dolgoznak, azok közül 800 000-en 10 évvel ezelőtt nem dolgoztak, nem volt munkájuk, sikerült 800 000 álláshelyet teremteni, és ebben természetesen azoknak a gazdasági szereplőknek is nagyon nagy szerepe van, akik éltek akár a kormány által megteremtett lehetőség, bővítették a saját portfóliójukat, több embert alkalmaznak, és van egy jelentősnek mondható bérnövekedés is, ami indokolt, hiszen nyugat-európai összehasonlításban még mindig alacsonyak a magyar bérek, de az, hogy ez már negyedik év, amikor 10% fölötti béremelkedés van, ez szerintem egy nagyon nagy teljesítmény, soha ilyen a rendszerváltozás óta nem volt, és természetesen most is kellő szerénységgel érdemes erről beszélni, hiszen még mindig nem élünk jól nyugat-európai összehasonlításban, de ha ezt az irányt tudjuk folytatni, hogyha ezek a tendenciák még akár valamelyest mérséklődve is, de hosszabb távon fennmaradnak, akkor Magyarország a következő 7 éves költségvetési időszak végére, tehát 2028-ra az Európai Unió átlagának közelében tud lenni. Lehet ez egy valós cél? Tehát van ennek folytatása, ennek a gazdasági folyamatnak, ami jellemzi az országot? Látják már előre, hogy hogyan és miként érdemes tovább haladni? Igen, mi úgy tervezünk, hogy most a következő 7 éves időszakra, tehát 20 és 27 közötti
költségvetési időszak lesz az utolsó, amikor az ország jelentős kohéziós támogatásokhoz juthat. Valószínűleg 2027-re ez az ország olyan állapotban lesz, hogy vagy egyáltalán fog kohéziós támogatást kapni, vagy pedig azért fognak csökkenni a források, mert az életszínvonal az magasabb lesz. Ezt kell a következő 7 év, a még rendelkezésre álló forrásokat ebből a 7 éves ciklusból, meg 21 után a következő ciklus forrásait kell jól felhasználni, és ha ugyanezt a tendenciát képesek vagyunk tartani, ami 2014-15 óta, 14 óta a magyar gazdaságot jellemzi, és most már a 6. évben van jelentős gazdasági növekedés, és 4. évben nagyon jelentős, kézzelfogható béremelkedés is. Mondom még egyszer úgy, hogy még ezek a bérek se elég magasak, de az emelkedés mértéke az mindenféleképpen imponáló. Ha ezt tudjuk tartani a következő 7-8 évben, akkor az európai nemes átlagot el tudjuk érni. Lehet ez mondjuk, ugye a legutóbbi kormányinfón beszélt arról, hogy az ITM alá szervezik be a felsőoktatást is, most már legalábbis a kontrollot lesz. Lehet ez is annak egy előrelátó lépése, valahogy úgy fogalmazott, hogy a gazdasági folyamatokra reagálva ez tűnik kézenfekvőnek, hogy az ITM alá tartozon a felsőoktatás szervezése. Tehát az oktatási rendszerbe is úgy kell belenyúlni, hogy utána a gazdasági folyamatokra tudjunk reagálni akár? Hát az oktatási rendszer nagy és komplex rendszer, ugye most a felsőoktatás az, ami az ITM felügyelete alá kerül, vagy az ITM irányítása alá kerül, a közoktatás az továbbra is az Emberi Erőforrások Minisztériumánál marad. És mint egy nagy és komplex rendszer, ezért kellően súlyos érveket lehet felhozni az EMMI-hez tartozás, az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozás és az Információs Technológiai Minisztériumhez tartozás mellett is. Éppen talán ebből a gazdasági helyzetből adódóan, mi most valamivel, vagy a miniszterelnök úr valamivel súlyosabbnak érezte azokat az érveket, amelyek az ITM irányítása mellett szólnak. Reméljük, hogy ezt be is fogja igazolni a következő néhány év tapasztalata. Ha már itt van a kormánytagjaként, felteszek egy ilyen kérdést, lehet, hogy laikusnak tűnik, amikor a magyar gazdasági modellről beszélgetnek, hogy hogyan tovább. Olyankor eljutottunk már arra a szintre, hogy mondjuk nem kell nézni más példákat, hanem mondjuk mi tartunk ott, hogy más kért tőlünk tanácsot ilyen szempontból. Na, ugye az tűnik, ugye a régiből csak azt mondták, hogy nézd meg, hogy hogy csinálják azok, akiknek jól megy. Ehhez képest hol tart most Magyarország? Összesen, hogy ország azt nem teheti meg, hogy ne figyeljen minden egyes jó gyakorlatra, ami a világban létezik, de azt is tudni kell, hogy a jó gyakorlatok nem mindig ültethetőek át, hiszen különböző adottságú országok, különböző munkaerővel rendelkező társadalmaink vannak, úgyhogy ezekre a különbségekre figyelemmel kell lenni. Szerintem, és azért ez a tapasztalat is a külföldi politikusokkal folytatott tárgyalások alapján, hogy az az egy kulcsos 15%-os adó, amit 2011-ben bevezettünk, a családtámogatási rendszer és a 9%-os egységes nyereségadó a gazdaságban, mind a három olyan lépés-döntés, ami jövőre mutató a gazdaság számára is vonzó, és egyébként egy társadalom szemléletet, ha úgy tetszik, akkor értékválasztást is mutat a kormány részéről. Záró kérdésként, mert kevés időnk marad, de egy picit, ha már itt van, akkor az önkormányzati választásról beszéljünk. Milyen kampányra számít? Ez lenne az egyik érdekes dolog, ugye azt hiszem, mert az a sajtóban legalábbis elindultak különböző módszerek arra, hogy éppen megpróbálják a jelenlegi tendáló kormányt megdönteni. Illetve az érdekelne, hogy van-e elvárás a helyi önkormányzatokkal kapcsolatban a Fidesz részéről, hogy mondjuk hogy látják az országot, mennyire lehet megyénként akár lebontva, milyen százalékban megnyerni. Nyilván sokféle számítás van. Szerintem minden politikai erő olyan célkitűzést fogalmaz meg, amit akar, és ebbe beletartozik az is, hogy teljesen irreális célkitűzést is megfogalmazhat. Tehát ugyan többször, most nincs jele annak, hogy a jelenlegi kormánypártok ne nyernék meg az önkormányzati választásokat, több jele van, hogy meg tudjuk nyerni. Ez természetesen függ az előttünk álló 5-7 vagy 6-7 kampányától is, és sok minden mástól, a választópolgárok aktivitásától, részvételétől, helyi közügyek vitelétől, és sok minden mástól. De az nem biztos, hogy jó, hogyha a politikai erők teljesen irreális célt tűznek ki egy választás előtt. Tehát önkormányzati választással kormány mutatni nem lehet. Jó néhány példát tudunk hozni a mögöttünk hagyott 3 évtizedből, amikor a hivatalban lévő kormány egyértelműen nagyon elvesztette az önkormányzati választást. 1990-ben rögtön az Antal kormány, utána 2006-ban mondjuk a szocialisták úgy elvesztették az önkormányzati választást, hogy annál jobban már alig, ha lehetne. Ettől még minden kormány a 4 éves törvénykezési, vagy bocsánat, 4 éves törvényhozási időszakot azt végig ki tudta tölteni. Ez most is így lesz. Ezért szerintem az irreális
vágyvezérelt és jogilag is teljesen alaptalan célkitűzések azok nem vezetnek sehova. Ráadásul az emberek, amikor a saját önkormányzataik vezetőiről döntenek, akkor nem az országos politikát értékelik. Nem állítom, hogy ilyen vonatkozása egyáltalán biztos, nincs az ügynek. Nincs összefüggés? Szerintem az összefüggés csekély. Tehát szerintem szintén, ha valaki megnézi az elmúlt 3 évtizednek a politikai történéseit, akkor nem állítom, hogy összefüggés egyáltalán nincs, de hogy ez csak az egyik, sok egyéb más összefüggés mellett, az egész biztos. Nagyon sok olyan polgármester tudok mondani, akinek a pártja is már megszűnt, de ők még ciklusokon keresztül polgármesterek tudtak lenni, vagy törpepárttá vált a saját pártja, mert az emberek úgy gondolják, hogy ha a helyi közügyeket valaki jól intézi, akkor ott elsősorban magát a polgármestert, helyi képviselőt kell megítélni, a önkormányzati körzet országgyűlési képviselőnek a munkáját kell megítélni, és csak másodlagos a pártpolitikai háttér. Szerintem ez most is így lesz. Ettől még én úgy gondolom, hogy a kormány teljesítménye alapján is én joggal remélhetem azt, hogy sokan lesznek, akik kormány teljesményére tekintettel is támogatják a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Ahol új jelöltek vannak, ott nagyobb jelentősége van természetesen a párttámogatásnak, de ahol egy hivatalban lévő polgármester és egy fejlődő város találkozik, vagy jár kéz a kézben évek óta, ott egészen biztosak lehetünk, hogy elsősorban, ami a választópolgárok motivációját meghatározza, az, hogy a város ügyei hogy mennek. És én azért Debrecenben is biztos vagyok, hogy jön a Fidesz nagyon jól szerepelt itt az európai parlamenti választásokon, ami utólag is szeretnék minden választópolgárnak köszönet mondani, aki elment és szavazott, és külön azoknak, hogy a kormánypártok listáját tisztelték meg a szavazatukkal, de ennél én úgy gondolom, hogy a polgármester úr például sokkal jobb eredményt fog elérni az önkormányzati választáson, mert azok is sokan úgy gondolják, hogy jó munkát végez, aki egyébként nem a Fidesz-KDNP pártszövetséget tüntették ki a bizalmukkal. Na hát meglátjuk. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy itt voltam. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézők, ez volt a Közügy Extra. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!